Szóval, bizonyára sokan ismeritek már Andreát. Ő az egyik legjobb barátom. Rengeteg videóban feltűnt már, és nagyon szerettétek, amikor vele kollaboráltam, hogy mondjam ezt. És jelenleg van egy új videóötletünk, amit meg szeretnénk valósítani most, ebben a pillanatban. És ilyet még nem csináltam, és nagyon izgatott vagyok vele kapcsolatban, hogy mi fog ebből kisülni, ugyanis ez egy teljesen más napi vlog lesz, amiket szoktam forgatni. A mintet kihagytam a mondatból. Mint amiket szoktam forgatni. Ott van lent, ő András, ott van. Hello! Szóval, hogy miről is fog szólni ez a videó? Itt van most már András is. Sziasztok! Teljesen felborult a gyerek bioritmusa, 6-7-kor kell fel este, és reggel 10-ig fent van, majd alszik egész nap, és fent van éjjel. És jelenleg egy olyan pontnál vagyunk, amikor úgy volt, hogy reggel 9-10 órakor találkozunk, de még nem aludt semmit, mert nem tudott aludni, mert 5-kor kelt fel, konkrétan. Bevállaltam ezt, meglátjuk. Vicces lesz az biztos, mert 4 fázisos alváshiányom van, most a harmadik az a vicces időpont. Szóval jó lesz. Ezt a napi vlogot teljesen úgy fogjuk felvenni, és az lesz a célunk, hogy András fennmaradjon, ne aludjon el, ugyanis helyre kell hozni a bioritmusát, úgyhogy így együtt helyrehozzuk András bioritmusát. Segítsetek, itt lesz alul egy adomány szám. Küldjetek párnákat! Párnát! Jó ötlet amúgy, hogy te vezetsz, nem tudom. Meglássuk, elmegy az. Segítség! Mivel így nem látszunk, így megyünk hátrafele. Itt vagyunk, be fogunk menni a centerbe. Hogy fogni? Fogjam neked, tartsam. Van 100 forintod? Adjam a 100 forintot. 200-osom van. Valami 200-osok. Ja, 200 gyíkot. Forint. Gyíkot. Gyíkot, add ide. Add már ki neki. Kaj gecko. Wow! Aranyos. András. Jó van, hozok majd tampon, nyugi. Mi? Azt mondja nekem valaki, hogy... Hogy lehet ott bent dolgozni, ne vakulj meg. Közben bejöttünk az Oxóhoz, de András szerintem kezdi feladni. Tehát nem aludt el, de... Eléggé pihenő üzemmódba raktam magát. Valamit kitalálok. Szerintem már rengeteget voltatok itt benne az Oxóban, az itt van a Pólus Centerben, és itt konkrétan le lehet ülni, lehet teázni, meg lehet csocsózni, és Xbox is van. Pohár vizet. Persze, adom, majd. Adjatok nekem pohár vizet. András, az teljesen káó. Múltkor is már a vlogba leöntöttem. Parancsolj, egészséget. Köszi. Teljesen káosz, szerencsére nem hallja, amit mondok, mert mellettem zúg a jéggép, vagy nem tudom milyen gép van itt. Pihen. Az a helyzet, hogy már egy vagy másfél napja legalább nem aludt. Leütök most vissza. Csak a szokásos, jó öreg Dezső-Bence, mit rázd a fejed, mint egy kutya úgy, hogy csináltad? Jó. Fel vagy ébredve, András? Igen, menjünk, csináljunk valami jót. Hogy vagytok? Úgy nézel ki, mint ha 50 méter leúsztál volna, tehát így. Mi? Mint ha 50 métert úsztál volna. Gyors volt. Laza pillangot lenyomtál. Igen, gyors volt. Féltem egyébként, hogy meghallod az instrukcióimat így a nézők feled, a jéggép itt mellettem annyira zúgott, hogy nem hallottad, mi? Semmit nem. Félálom, hogy voltál, vagy? Hát már azért tudtam volna aludni, nagyon. Már olyan fázisban van egyébként, András, ez nem tudom, a hanyadik fázis, ugye 4 fázisra van, de már nem tud beszélni, tehát így. Igen, ez a negyedik amúgy, amikor a beszédkészségemet elvesztem, azt majd lehet, hogy fogjátok hallani, meg egy-kétszer így megcsuklok, aztán már holnap jobb lesz. Fiat, csináljunk valami olyat, amit ő felébresz. Csocsózzunk egyet, ha? Jól tudsz csocsózni? Voltam elbén. Már nézőként. Ja! Jó.
kipörgettem a labdát. Ettől még egyébként még mindig sokban vagyok, hogy... Hogy nézek ki tehát? Azzal a gyermekkel leszel. Hogy nézek ki ezen a képen? Egyébként nagyon sokan kérdeztétek a Hello Bence-t, amíg ebben a hónapban kaphatok, illetve szerdától, ami nem tudom pontosan hanyadika, de itt le lesz szilva, már kitűzők is járnak a teák mellé, csapjatok le rájuk, mert ilyen kitűzőket többet nem fogtok látni, az biztos sehol. Gyere barátom, barát, gyere! Közben kérjük egy hotdogot a barátunktól. Szerintem ez az ötödik fázis, amikor annyira hiperaktív, már azt se tudja mit csinál. Hát ez... Hagyma csípős, macka meg. Hagyma csípős, macka meg. És tényleg ezek a kis hotdogos. Hagyma csípős. Ja, a fedelemet bejtetted. Várjál, András. Na ját, a fedelemmel. Azt, így nézel jól ki, így. Yeah! Megint csinálunk közös tetoválást. Ilyet azért nem veszel akárhol. Enyém is itt van, csak még nincs rajtam. Közben a nagy sietsége közepette nézőket is találunk. Sziasztok! Sziasztok! Lövünk egy-két képet és akkor folytatjuk. Alexandra bent van? Vajon? Alexandra? Kössél beteg hülye, mert nem... Menjél már! Amúgy jó, mert nem néznek hülyének az emberek egyáltalán. Nyomj egy nagy féket. Jaj, be kellett volna kötni magamat. Bekötöttelek, nyugi. Nem lesz baj. Kicsit nincs kéne seggem? Nincs! Bár messziről nem tudom. Mindenki mosolyog rám. Vajon miért? Elnézést, fogyatékkal élővel vagyok. Kisebbségi komplexus. Az a jó, hogy te vagy a fáradt és te tolsz engem. Hú, az menő azért. Az a járgány. Nehogy elvigyék a 100 forintomat. Nehogy elvigyék. Ezt nem hiszem. Bence pisil. Én közben ördöm a kocsit, nehogy a 100-ast elvigyék. Azért hadd említsem meg, hogy ne csinál... Ilyeneket ne csináljátok érve meg, amiket mi szoktunk, ez egy vlog, a szórakoztatásért van, majd minket kitiltanak egy hónapra ebből a bevásárlóközpontból. Jó, András, kelj fel! Tudom, hogy fáradt vagy, kelj fel! Meg volt a vásár, András, mutasd meg! Eszméletlen nehéz választás volt. Igen. Annyi fajta van. Hát ugye szögezzük le, 20 éves fiatal férfiak vagyunk, fiatal felnőttek, hívjuk ezt akárhogy, és akkor odarakod őket, hogy akármennyire tabu téma is ez, hogy vegyél betétet. Tampont. Vagy éjszakai, nappali... Mint a fogszabályozó, hogy van éjszakai, nem is hiszem el? Vannak rajta, nem tudom mit jelent. Ja, szerintem az, hogy milyen a vérzés. De hogy spirálozott, szárnyas, minden van. Meg ilyen nyomós. És a lányok az honnan tudják, hogy melyik kell neki? Mind ki kell, próbálják mindegyiket? Hát gondolom, vagy nem tudom. Vagy a tapasztalat, mások, más tapasztalat, vagy anyukájukat. Megkérdezik, gondolom, és akkor ők mondják, hogy... Hihetetlen, elképesztő. Na, haladjunk tovább. Persze az üzletközpont nevét ki fogom takarni, hogyha valahol látszik, legalábbis igyekszem, illetve nem fogom megemlíteni most nektek, hogy hol voltunk, mert tudom, hogy ők nem szeretik azt, hogyha videóznak benne emberek. Jött is egyébként a fiatal biztonsági őr. Az volt biztonsági őr? Valami ember odajött, milyen kis jelvénnyel a mellkasán, mondta, ne videózzatok. Kérdezte, hogy van-e engedély, nyilván nem volt, úgyhogy abba hagytuk a videózást, ti se videózatok bent. Mondjuk jó példát mutatunk, tényleg így. Igen. Jöhetnek megint a rend videók, hogy milyen jellemtelen és pofátlan vagyok. Ti amúgy hogy vagytok? Ja tényleg, hogy vagytok? Jó. Te hogy vagy, András? Fáradt vagy még? Igen, most már ez a... Vagy átlendültél abba, amikor már teljesen mindegy is átestél a holdponton. Még a kettő. A kettő közt vagyok még. Látom rajtad éppen. Ja, amúgy nem tudom, észrevettétek-e, de váltás volt kabát, ügyileg vettem egy kb. Olyan kabátot, mint András, hogy így olyanok lehetünk, mint nem tudom, Bogyó és Babóca, vagy fogalmam sincs. Jaj, ne! Ilyet nem vágok be! András, jó kiáltad a próbát, este van. Így van. Mehetsz haza aludni. Sziasztok gyermekek, jók lehetek és aludjatok sokat. Szia! Szia! Szia!
Haza is érkeztem, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így van, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk. És ne felejtsétek megnézni a mostanában feltöltött videókat sem, ott lesznek a linkek a leírásban, vagy keressétek őket a csatornán, nagyon érdekes videók. Én Dezső Bence voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!